Szép jó estét kívánok! Egy kis probléma történt, mert hegymászás ezzel a testalkattal azért is. Elég néző. Mindig meg kell tömjem a zsebemet, hogy a földön maradjak. Most is. A mikrofonkábelt így rám tekerték, mert nem tudták elrejteni rajtam. Szóval igen. Nevetnek, de a telefonom szélesebb, mint a combom. Tehát komolyan. Egyébként Csíkszeredából érkeztem, és hát ott is most már lassan tavaszodik. Csütörtökön este -4 fok volt. Nem volt gond, igazán akkor jöttünk rá, amikor a bulizóhelyről kimentünk dohányozni, és ránk fogyott a saját izzadságunk, tehát hogy... De ezt szeretem Csíkszeredát. Én mindig süt a nap Csíkban, csak nem látszik a köttől. Igazándiból, én ott vagyok egyetemi hallgató, én 8 éve járok egyetemre, és hallgatok. Hát nemrégiben újították fel nálunk az egyetem épületét, és most már egy ilyen korszerű épületben tanulhatunk. És voltak ilyen különböző fázisok, hogy így hívtam a liftet, és megérkezett egy szekrény. Ez farfurcsa volt, de amikor kilépett belőle egy csávó egy ütvefúróval. Aztán honnan jöttél? Nárniából vagy? Tehát ez most tényleg létezik? Én vonattal érkeztem Csíkszeredából, mint legutóbb is. 16 óra. Érdekes volt, kellemes. Igazából aludtam volna végig. Ha 4 órakor nem szólal meg a telefon, és hív az egyik barátom. Az egyetlen dolog, ami engem fel tud költeni, az a telefonom, a csengő hangom, valamint az ébresztő. Felveszem a telefon, nagy álmosan, el a barátom. Szia, alszol? Nem, meg vadvízi evezek. Ja, bocs, nem tudtam. És letette. Utaztunk odaabb a határnál, amikor megálltunk, akkor leszálltam dohányozni. És hát a magyar határőr így, hello! És én viszonyítettem, hello! És hello! Hello! És akkor mondta, hogy hello! És gondolkoztam, hogy akkor ezt az idegenek így mondják fel, hogy szállj fel a vonatra. Hello! Megértettem. Beállítottam a telefonomat, hogy csörögjön 8:30-re, hogy ébredjek föl. Aztán furcsa volt, hogy ez ilyen 3D-ben történik, mint egy hologram. Tehát így ott állt a jelenőr 13 centire tőlem, hogy ébresztő, villámolás! És én néztem, hogy mi történt. Kiderült, hogy a számológépbe írtam be a 830. Van, amikor az ember fáradt, és akkor nem figyel mindenre oda. Egyébként érdekes volt, mert amikor ide utaztam a metróval, akkor meg mellettem ült egy apa, egy kisgyerekkel, és az apa nagyon-nagyon magyarázta a gyereknek, hogy viselkedj, kisfiam, hányszor elmondtam, hogy ne ugrálj, ülj már le, kisfiam. Kisfiam, viselkedj szépen, ezek az emberek néznek el, a kisgyerek nagy sírva. Igen, és agyu neked, hányszor elmondtam, hogy ne pisíj a kagylóba. Nem csak én nevettem, hanem az egész villamos nevetett egyébként. A vonaton láttam egy ilyet, most már rájöttem, hogy csajoznak a 10 éves srácok. Tehát, hogy azt írja a lánynak Facebookon, ha az állapotod megengedi, hívj fel. Nekem a barátom egyébként azt mondta, amikor találkoztunk vele, hogy menjünk egy jó sötét helyre, ahol lehet is látni valamit. Őszintén azóta keresem azt a sötét helyet, ahol lehet látni valamit. Tényleg. Nem tartott sokáig a kapcsolat, úgyhogy közös megegyezésre úgy döntöttem, hogy szakítunk. Ha már telefonhálásnál tartunk, selfie. Az év szava volt 2015-ben és 2014-ben is, és visszamenőleg nagyon sokszor, és azon gondolkoztam, hogy már tényleg annyira beleívódott egyébként a szervezetünkbe, hogy hamarosan így az ondósájtek a behatolásnál így, hogy lemaradtak a kis c-cik. Eltűnődtem azon, hogy mi lett volna, ha 1000 évvel ezelőtt létezett volna a Facebook, meg selfie, meg internet, meg hasonlók. Tehát így a magyarok itt dobtak volna egy posztot, hogy traveling from Etelköz to Pannonia. Azért úgy megnéztem volna az itteniek arcát, hogy így Mátyás király így a Bécs kapuja előtt, hogy én és a fekete sereg. Telefonálás. Ezek érdekes dolgok egyébként a telefon. Hát nagymamámnak egyébként vásároltunk egy okos telefont, hogy könnyebben elérhessük. Nagymamámat ő kitette a vitrínbe. Azt hitte, hogy valami kép. 1/2 év múlva mondtuk neki, hogy azzal lehet telefonálni, úgyhogy levette a dobozt, és azt mondta, hogy haló. Azóta is úgy használja egyébként, hogy kimegy így a ház oldalába, egyébként nem megy ki a házból, és Orti baj, Marika, gyere be, egy kicsit, gyere ajtón, nézze meg, mert főzte valamit. Mondtuk neki, mama, kérlek, mert nem, a kábel nem ér rá. Nincs kábel, mama, nincs kábel. Nehéz, androidos telefonnal bánni, nagyon-nagyon nehéz. Székelyföldről vagyok, ugye? És hát ott azt mondják egyébként rólunk, hogy barátságosak a székelyföldiek. Hát eszméletlenül barátságosak, nemrégiben plakátoltunk az egyik barátommal Csíkdanfalván, Zsók Leventéknél, és hát volt a kerítésen egy plakát, úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy oda fölteszünk mellé egy másikat. Természetesen, hogy nagy nyugodtan föl, kopásoltuk a plakátot, és akkor bent hallottam egy ilyen beszélgetést, hogy Józsi, veszek el a fészit,
menj ki, az egyiket üsd meg, és most kérdezd meg, mit akarnak. Azóta nem plakátolunk. Én biztos, hogy nem. Többet soha, sehol. És hát végezetül igazándiból azt szeretném elmondani, hogy a székelyek mennyire autonómok, tehát nem kell nekünk testpalár, meg nem kell kefúr, meg nem kell semmi hasonló. Én Mári falván székelyvölhely mellett láttam egy olyat, hogy a Barkács Baba virágüzletben akciós az uborka. Köszönöm szépen.